Két jó formában lévő csapat találkozott egymással a szegedi Szent Gellért fórumban, ugyanis mind a Szent Mihály, mind az MTK megnyerte az első két meccset tavasszal. Ezúttal pedig a sötétmezes Szent Mihály kisíje már az 5. percben előnybe került, ám Pap Szidónia átlövése után a kapufán csattant a labda, a kipattanó pedig Ivana Trubojevicet már lesen találta. Három perccel később Milena Knezevic lépett ki 1-1-ben a kapussal szemben, de Varga Luca óriásit védett. A 14. percben aztán Barkóczi Bernadett tüzet 15 méterről már a másik oldalon, de egy kicsit tévedett. Két perccel később Liubu Hutchenka került helyzetbe, de Farkas Nina mellett kiszorított helyzetből mellé lőtt. Majd Olivera Milunovic szabadrugása vágódott le a sorfalról, Barkóczi ismétlése pedig elkerülte a kaput. A 43. percben aztán kimaradt a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete is. Csuhai Vivien passza után Hutchenka lövését lábbal hárította bravúrra a csontos Zsanett, akinek aztán a kapufa is segített. A fél időben így 0-0 volt az állás. Innen folytatták a csapatok. Ugyanolyan motiváltan jöttünk ki a második fél időre, mint az elsőre. Tudtuk, hogy ugyanolyan keményen kell dolgoznunk, és folytatnunk kell azt a munkát, amit az első fél időbe beletettünk. Szerintem hozzáállásban nem változott semmi. Az első fél időt nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Voltak helyzetek itt is, ott is. Tudtuk, hogy ez egy küzdős mérkőzés lesz, és a végéig így is voltunk, hogy küzdöttünk a végéig. Az 58. percben ennek megfelelően jött az újabb MTK lehetőség. Milunovic beadását Hutchenka fejelte mellé. A 61. percben viszont már a másik oldalon védett hatalmasat Varga Trubojevic lövése után. Majd rögtön jött ismét a vendégcsapat, és Zágor Bernadett indította Pazarul Hutchenkát, aki ezúttal már nem hibázott. 1-0 az MTK-nak. A 69. percben szinte lemásolta az iménti támadást a vendéggárda, de Farádi Szabó Edina átadása után Hutchenka ezúttal elvétette a kaput. Majd legendás Lora tértől elő átadása után Zágor léphetett ki zicserben, de rosszul vett át a labdát, és Kalmár Petra játékvezető szerint Sajti Krisztina sem szabálytalankodott vele szemben. A 11-es tehát elmaradt, reklamálás miatt pedig kapott egy sárga lapot Makrai László, a vendégek edzője. A 85. percben aztán még védett egyet csontos, majd még egyet Zágor zicserénél. Nagy formában volt ezen a mérkőzésen. Így a vége Szent Mihály MTK 0-1. Nem lényegesen, de a végére több helyzetet tudtunk kialakítani. Nekem talán három komolyabb védésem volt, amit szerencsére tudtam tisztázni, és mi pedig kihasználtuk a helyzeteinket. Pontosabban tudták a végjátékban, jobban oda tudtak koncentrálni, és igazából nekünk is megvoltak a helyzeteink, volt egy kapufánk is, ami nem befele pattant, hanem kifele, úgyhogy úgy gondolom, hogy koncentráltabbak voltak a befejezésnél. Volt lehetőség itt is, ott is, egy nagyon jó Szeged ellen játszottunk. Úgy gondolom, hogy egy kis szerencse inkább talán felénk billent ez a szerencse nyelve, és nem tudom, talán fizikálisan úgy gondolom, talán feléjük tudtunk nőni, meg utána a helyzeteket mi jobban értékesítettük, meg itt a végén lehetett is volna még egy pár gólt lőni. Sajnos nekünk is megvolt a lehetőségünk az első fél időbe, nem úgy jöttünk ki bele, a második fél időbe is volt egy lövésünk, ahol a kapus óriási bravúrral védett. Aztán sajnos az ellenfél megbüntette a hibánkat, és ezért eldőlt az ő számukra ez a mérkőzés. Győzelmével az MTK harcban van a bajnoki döntőért, és harmadik, míg a Szent Mihály a középmezőnyben helyezkedik el a tabellán.